Na szóval, kis ember, hát itt a vége. Miért nem most ereszkedsz térre? Hát nem volt hosszú a karrierje egyébként Rócsányinak, mert ugye idén júniusban, vagy mikor iktatták be, ha jól emlékszem, és nagyon hamar repülni fog, mert valaki el fogja reptetni. Valószínű a nép, mert ekkora baromságokat nem lehet csinálni egy bankárminiszternek sem, meg egyébként ugye nálunk ilyen hivatalosan nem is lehet. A kérdésem az, hogy itt akar-e valaki szólni, mondani valamit Rócsányinak? Zsuzsi, gyere akkor, Zsuzsi, és akkor ha még valaki szeretne, nyilván hadd menjen. Józsi. Jó, közelted a számot, és akkor... Sziasztok! Bevallom, hogy egy hosszabb beszéddel készültem, le is írtam, körülbelül másfél oldal, és azt terveztem, hogy felolvasom. És a Laci azt mondta, nem fél óra, egyébként nagyjából 5 perc lett volna, de a Laci azt mondta, hogy szerinte el fogjátok unni, és egyébként végig gondoltam, és azt gondolom, hogy igaza van, meg kicsit száraz, mert szerettem volna elmondani, hogy mit is műveltek a bankok, és úgy röviden egy oldalba ugye elmondtam volna nektek. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy hát a fősodratú média még mindig a bankok hazugságait tárja a nyilvánosság elé, és még mindig nem az igazságról szól, tehát nem győzzük eleget hangsúlyozni, és nem győzzük eleget magyarázni, hogy tulajdonképpen mi is történt. És azt gondolom, hogy minden sebizahitelesnek maradjunk ennél. Ha álmából felkeltik, akkor is ezt úgy kell tudnia, mint az egyszer egyet, mert én hiszem és vallom, hogy a jog segítségével tudunk győzni. Ez is nagyon fontos, hogy itt nyomást gyakoroljunk, és elmondjuk a véleményünket a Trócsányi Lászlónak, meg társainak, de a jogot azt gondolom, hogy nem fogjuk tudni kihagyni. Na, tehát mit is terveztem? Most akkor nem fogom felolvasni, de van üzenetem a Trócsányi Lászlónak. Tiszteletre nem méltó Trócsányi László. Ön jogvégzettsége és pozíciója révén pontosan tudja, hogy milyen törvénytelenségeket, jogszabálysértéseket követtek el a bankok. Van egy rossz hírem, hogy mi is tudjuk, és bizonyítékaink vannak róla. Tudjuk, és akkor most itt nem fogom elmondani, hogy mit műveltek, csak nagyon röviden. A lényeg az, hogy a mi fizetési ígérvényeinkkel, amik mögé betoltuk az ingatlanjainkat, önök ezekkel hoztak létre befektetési jogviszonyokat, és gyakorlatilag ezzel teremtették meg a feltételeit a kölcsönnyújtásnak. És a kölcsönnek nem volt deviza forrása, forint forrása volt. Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy árfolyam kockázata se volt a banknak. A bankok, amit beszedtek tőlünk árfolyamveszteség jogcímén, ez nekik mind extra nyereség. És mit csinál erre a Trócsányi László? Ezt legalizálja ezzel a 256 forintos forint kölcsön árfolyamon. Tehát hogy is mondja? Na szóval, hogy a forint kölcsönünket 256 forinton szeretné átváltatni forintra. Hát mi ez, hanem fosztogatás, és nem pedig osztogatás, ugye, amit ígért a kedves kormányunk, hogy itt majd elszámoltatjuk a bankokat, és az adósok milyen jól fognak járni. Hát kérem, jelentem, itt nem osztogatás, hanem fosztogatás történik. De azt is, a bankok ugye végig hazudnak, most is azt mondják, hogy ők csak a kvázi hitel közvetítőként jártak el, ugyanúgy felvették a kölcsönt, és aztán kvázi kiközvetítették nekünk. Ezt tudjuk, hogy ez nem igaz, és a hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Még azt szeretném elmondani, hogy azt is üzenem a Trócsányi Lászlónak, hogy ki fogjuk kergetni a kufárokat a néptemplomából, a korrupt, hazug, tartnyaló
politikusokkal együtt. Ehhez kívánok egyébként az adósoknak nagyon sok kitartást, mert hiszek abba, hogy ki fogjuk vívni az igazunkat. Hiába szentehenek a bankok, és hiába félistenek a bankárok Magyarországon. Már az uniós bíróság előtt vannak ügyek, és további ügyek is oda fognak kerülni. Ott sokkal nagyobb tapasztalattal, és azt kell, hogy mondjam, azt látom, hogy nagyobb szakmai tisztességgel képesek ítélni ezekben az ügyekben, már csak azért is, mert számos külföldi precedens volt erre. Mindenütt elismerték a bankok, hogy volt mögötte befektetés, ezt egyedül itt hallgatták el. És mitől fél a bank? Hát nem attól, hogy az adós bebukik, ugyan már. Hát ha már a követelése 20%-át beszedi, már akkora pénzénél van. És egyébként is biztosították az adós nem fizetése esetére a kölcsönöket. Hát a bank az attól fél nagyon, hogy leleplezzük. És le fogjuk leplezni, ez csak idő kérdése. Nagyon sokat tud minden adóstárs, minden sorstársam nagyon sokat tudna segíteni azzal, hogy ha nem fizetné a kölcsönét, legalább egy hónapig, két hónapig sokkal előbb kiderülne az igazság. De így is ki fog derülni. Interek, hogy idő van. Oké, rendben, hogy csak ennyit szerettem volna mondani, hogy győzön az igazság. És egyébként meg boldog adventet kívánok, és áldott adventet kívánok mindenkinek. Köszönjük, Zsuzsi! Ebből egy nagyon remek beszéd keletkezett, vagy kerekedett ki. Hiszem azt, hogy a beszéd az akkor jó, hogyha legfeljebb vázlatot használunk, és nem felolvasunk valamit. Úgyhogy Zsuzsi, örülök neki, hogy így alakult, bár előre nem beszéltük meg. Viszont kíváncsi vagyok a részletekre, az pedig a következő mozgalmi talin hozd el, légy szíves, és akkor ott fogjuk rögzíteni, jó? Amit felolvasol, mert az biztosan mindenkinek tanulságos lesz. Én magam is hiszem, hogy ez egy befektetés volt, én magam is hiszem azt, hogy természetesen nem volt mögötte deviza, de nem csak deviza, hanem forint sem. A saját perünkben, a bíróságon van ennek a bizonyítási indítványa is, tehát reméljük, hogy ez is így jó lesz. Illetve tudjuk, hogy Brüsszelben van Ráckevei Járásbíróság által egy kérdés, hogy vajon ez befektetési ügylet volt-e, vagy hitelügylet, és milyen kockázatfeltárót kellett volna tenni, úgyhogy köszönjük, nagyon jó, és így kell ezt bátran felszólalni, beszélni. Van-e valaki másnak kedve? Sugi, gyere, úgy örülök, amikor többen szóltok, még mindig sötétség van Trócsányéknál, úgyhogy biztos nincsenek itthon. Köszönöm a szót, mindenkit üdvözlök, aki itt van ebben a jó hidegben, és azért kértem szót, látom, én rövid leszek, azért kértem szót, azoknak szólnék, akik nincsenek itt. Azoknak szólnék, akik a meleg szobában vannak, esetleg tévét néznek, vagy facebookoznak, vagy éppen véleményt mondanak. Mindenkihez szólok, akinek van deviza hitele, vagyis seviza hitele. Fogják meg azt a billentyűzetet, írjanak a köztársasági elnök hivatalába, írják meg a véleményüket, hogy igenis kikérjük maguknak, ne írja alá ezt a förmedvényt. Nem szabad aláírnia ezt a forintosítást. Ha mindenki megteszi, több százezren vagyunk. A családot összeszámolva családonként körülbelül 1 millió embert sújtana ez. Ha aláírja, akkor a saját, minden egyes ember a saját halálos ítéletét fogadja el.